Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Műsorral lepik meg a szépkorúakat Szekszárdon, még lehet regisztrálni az ingyenes programra. Jótékonysági árverés Tolnán, szeptember 29-éig fogadják a felajánlásokat a Családsegítő Központban. Szüreti fesztivált tartottak Kaposszekcsőn, nem szegte kedvüket a helyieknek az zord időjárás. Egyre nehezebb helyzetben vannak a fiatalok, komoly veszélyeket rejt a túlzott közösségi média használat. Idén is megvendégelik Szekszárdon a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából. A programok ingyenesek, pusztán regisztrálni kell rájuk, erre pedig még van lehetőség. Ezúttal Szécsi Pál slágerei csendülnek majd fel Mudzsahid Zoltán tolmácsolásában. A tavalyi évben Peller Anna szórakoztatta a szép számmal résztvevő nyugdíjasokat az Idősek Világnapján, idén pedig Mudzsahid Zoltán és a Bartina Néptánc Egyesület tesz ugyanígy. A Szekszárdon élő szépkorúakat köszönti a város. Erről tartott sajtótájékoztatót Gyurkovics János alpolgármester. A hagyományoknak megfelelően színházi előadásra várják az időseket a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Lényege a dolognak, hogy Mudzsahid Zoltán Szécsi Pál dalokat fog énekelni, és a művészer után a Bartina együttes fog fellépni, és így lesz komplett a műsor délelőtt és délután is. A délelőtti program az 11 órakor kezdődik, a délutáni program 14 órakor kezdődik. A múlt héten már regisztrálni lehetett pénteken 8-tól 14 óráig. A részvétel a 65. életévet betöltött szekszárdi lakosoknak most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni telefonon lehet hétköznapokon, szeptember 28-ig csütörtökig bezáróan egészen 4 óráig. Az érdeklődés az a délutáni előadásra nagyobb, a délelőttire kevesebb, de ha ilyen ütemben haladunk, mert hát 2 napig volt a regisztrálásra lehetőség pénteken és hétfőn, akkor úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy a délutáni az biztos, hogy teltházas lesz, és hát a délelőttinél ott még van jelentkezési lehetőség, hát bízunk benne, hogy ott is azért egy szép szám össze fog majd jönni. A jelentkezőknek a nevét kell leadniuk, illetve fontos meghatározni, hogy a délelőtti vagy a délutáni ünnepségre kívánnak menni. A könnyebb azonosítás véget érdemes a lakcímkártyát is vinni. A mostaniaknál olcsóbb hiteleket vár a bankoktól a kormány. Erről a gazdaságfejlesztési miniszter beszélt hétfőn. Nagy Márton azt mondta, hogy a gazdasági növekedés helyreállítása érdekében a kormány az új bankadó kivetése és befizetése helyett a hitelezés újraindítását várja el a szektortól. A szakpolitikus szerint, míg 2023 a szankciós infláció letörésének és egy számjegyűre csökkentésének az éve, addig 2024-ben a növekedést kell helyreállítani. Ennek kapcsán, mint fogalmazott, a bankszektorban extra profit képződik, ami miatt indokolható az eddigieknél nagyobb adó kivetése, új bankadó bevezetése. Erre a pénzre viszont jelenleg a gazdaságnak nagyobb szüksége van, mint a költségvetésnek, emiatt a kormány azt várja el a bankoktól, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a hitelezés helyreállítása érdekében. Szeptember 29-éig fogadják a felajánlásokat a Tolnai Családsegítő Központban. A szervezet ismét online jótékonysági árverést szervez. Tavaly mintegy 1,8 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni. Ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők. Egyebek mellett kuponok, ajándékutalványok, festmények és számos eszköz vagy éppen díszek is érkeztek a Tolnai Családsegítő Központba, ugyanis immáron 4. alkalommal szervezik meg a jótékonysági online aukciót. Eddig nagyjából 500 tételt ajánlottak már fel vállalkozók és magánszemélyek egyaránt, köztük az országos mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál is csatlakozott az árveréshez, aki egy dedikált plüss mentőautót juttatott el Tolnára. Magánszemélyektől, vállalkozásoktól, művészektől is érkeznek felajánlások, szolgáltatások, tárgyi dolgok, belépőjegyek, mert nagyon széles a paletta.
A bevételt egyébként minden évben a TED Szebbi a karácsonyt rendezvény keretében hátrányos helyzetű családok és gyerekek karácsonyi csomagjára fordítják. Az átvedés úgy működik, hogy a Családsegítő Központ Facebook oldalára kerül minden felajánlott licitágy feltöltésre egy kis börtös bemutatóval. Ezt követően az átvedés nyitó napjától egy hétig lehet rájuk licitálni. Minden felajánlott tárgy értékének a feléről indul a licit, és aztán az egy hét lezártát követően történik az egész átvedés zárása. Tavaly mintegy 2 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni, ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők. 193 km/órás sebességgel előzött rendőrautót egy sofőr a 61-es úton. Pekhíre az érintett útszakaszon maximum 90-nel lehetett volna haladni. Az egyenruhások azonnal a szabályszegő után eredtek, akit végül sikerült megállítaniuk. A sofőr rögtön elismerte a gyorshajtást, azt mondta, hogy egy megbeszélésre sietett. A férfi a helyszínen rendezte is terminálon keresztül a több mint negyedmilliós, 260 ezer forintos büntetést. A bírság mellett azonban 8 közlekedési büntetőpontot is elkönyveltek neki. A napelemeknél néhány héten belül felülvizsgálják a feltáplálási stratégiát, és a zárolás tekintélyes részét megnyithatják, továbbá lehetőség mutatkozik a távhőárának újabb drasztikus csökkentésére az önkormányzatok és a vállalkozások számára, mondta az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára kedden. Mint fogalmazott, villamos áramban úgy hisszük, képesek lehetünk a teljes szuverenitás elérésére a 2030-as évek elejére. Beszélt arról is, hogy az országban jelenleg 5100 megawatt teljesítményű napelem van, ebből 3500 ipari, 2000 háztartási. Az elszámolási problémák rendezését követően néhány héten belül válik lehetővé az energetikai kormányzat számára a feltáplálási stratégia felülvizsgálata. Szüreti fesztivált tartottak Kaposszegcsőn. A helyi német nemzetiségi és a települési önkormányzat szervezte az eseményt, a faluban ennek már hagyománya van. Zenére, népi viseletben vonultak a kaposszegcsőiek a településen szombat délután. Szüreti fesztivált tartottak a hagyományok szerint, amit a német nemzetiség és a kaposszegcsői önkormányzat szervezett. A helyi iskola tornatermében állították fel a színpadot a rossz idő miatt. Kaposszegcsőn vannak borosgazdák, igen, minden évben tavasszal van is bor és pálinka versenyünk. Most is ajánlottak fel saját borukból gyakorlatilag a gazdák kínálót, illetve ugye szeretnek az emberek kijönni erre a rendezvényre. Gyakorlatilag ide most egy ilyen 1000 főt várunk körülbelül a mai napon. A II. Világháború előtt sok német nemzetiségű család élt a községben, tudtuk meg a nemzetiségi önkormányzat elnökétől. A kitelepítés előtt 1948. május 13-án telepítették innen a németeket, akik 1775 táján 9 család érkezett mindössze, és a háború előtt fele-fele arányba volt a magyar-német, és ezek nagyon jó közösségbe éltek itt együtt. Itt nem volt külön német utca, meg magyar utca, mint máshol. Ezt bizonyítja a két templom is, amelyek egymás mellett állt. És ilyen békességben, egymás mellett élésben éltek a magyarok, németek. Egy német ház, egy magyar ház. Egy német ház, és ez sajnos a háború idáig felborult, és jöttek a gyűlöletek, meg egyéb, és a kitelepítés után nagyon kevés. Az utóbbi népszámlálás 110 vallotta magát német anyanyelvűnek. Jelenleg a község népessége 1482 fő a 2021-es adatok alapján. Az itt élők 7,6%-a vallotta magát németnek a 2011-es népszámlálás során.
A szekszárdi színekben versenyző Szemerei Levente nyerte a 45. Varsó maratont. A sportoló saját korábbi csúcsát megdöntve 2 óra 16 perc 35 másodperc alatt teljesítette a több mint 42 kilométeres távot a lengyel fővárosban. A 23 éves Szemerei ezzel több mint 1 percet javított korábbi legjobb eredményén. Egyre nehezebb helyzetben vannak a fiatalok az őket érő digitális ingerek miatt. Erről beszélt Guld Ádám médiakutató a Matthias Corvinus kollégium által szervezett szekszárdi rendezvényen. A szakember szerint az internet túlzott használata akár a memóriának is árthat. Hogy a fiatalokkal mi történik, mert mindig ez a legizgalmasabb. Azt látjuk egyébként, hogy a média hatásaira, egyébként negatív hatásaira leginkább az idősek és a legfiatalabbak, tehát ők veszélyeztetettek, az ő esetükben van a legnagyobb jelentősége annak, hogy ezeket a problémákat tudatosítsuk. Gyilkos harc a figyelmünkért címmel tartott előadás dr. Guld Ádám generációkutató szekszárdon. Az esemény alkalmával tágabb képet kaptunk a Z és alfa generációt leginkább sújtó problémákról, így az elmagányosodásról, közösségi média függőségről, leépülő memóriáról, illetve kötődési nehézségekről. Az elmúlt 15 évben foglalkozik a tudomány azzal a kérdéssel, hogy a felhasználókra milyen hatással van az a média környezet, média kultúra, amiben a napjaikat töltik, és ez jelentős befolyással van a memóriára is. Én elsősorban a fiatal generációkkal, a Z-generációval foglalkozom. A legfrissebb kutatások alapján egy átlagos Z-generációs, átlagos figyelem időtartama 2,5 percre csökkent az elmúlt években, és talán még ennél is érdekesebb információ az, hogy egy fiatal figyelmének a felkeltésére mindösszesen 3 másodpercünk van, tehát hogyha ennyi idő alatt nem kap olyan érdekes információt, olyan érdekes tartalmat, ami megragadná a figyelmét, akkor el is vesztettük. A Z-generációba azok a fiatalok tartoznak, akik 1995 és 2010 között születtek, és őket nevezzük az első digitális nemzedéknek, hiszen ők azok, akik beleszülettek a digitális forradalomba. A szakértő hozzátette, hogy az ő életükben a legmeghatározóbb szociális tényezőként jelenik meg az online világ, és ebben töltik az idejük nagy részét. Ebben szerveződik nagyon sok esetben a magánéletük, a kapcsolataik, a baráti kötődések is, tehát ezt tételezzük fel az elsődleges tényezőnek, az egyik legfontosabb tényezőnek az ő életükben. Ugye utalt a magányosságra, valóban a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy az összes generáció közül úgy tűnik, mintha a Z-generáció lenne a legmagányosabb. Ez nagyon valószínű, hogy magával a média használattal függ össze, hiszen azok a fiatalok, akik napi 6-7 vagy akár hétvégente 10-12 órát töltenek online tartalmak fogyasztásával, ők nem találkoznak egymással személyesen. Megfigyelhető az is, hogy a legtöbb esetben ezek a kapcsolatok csak virtuálisan léteznek, amik nem elégítik ki az ember kapcsolódási igényét, és ezek a platformok valójában csak a társaság illúzióját tudják megteremteni. A kutató kiemelte, hogy fontos tisztában lenni mindenkinek, hogy milyen problémákkal küzd korunk globális és digitális nemzedéke. Regionális híreink következnek. Létrehoznák a Magyar Folklórházát, a népi kultúra fellegvárává tennék Pécset. Megrendezték az első lővei világtalálkozót Pécsen, ünnepi műsor, gazdag program az iskolai évek jegyében. Itthon-otthon kerekasztal beszélgetés, magyarországi nemzetiségi fiatalok találkoztak. Fontos küldetésünk népi, nemzeti kulturális örökségünk megőrzése, amely minket a kultúra városában élőket kiemelten is kötelez. Ezt mondja a pécsi Fidesz önkormányzati képviselője. Ezért Csizmadia Péter szerint létre kell hozni a Magyar Folklórházát a Baranya vármegyei székhelyen. Ezt az elképzelést is megvalósítanák, ha bizalmat kapnak a jövő évi választáson a pécsiektől. Táncháza a pécsi kulturális negyedben. Az erdélyi mezőségből érkező Magyar Palackai Banda adott koncertet és tartott táncházat itt augusztusban. Akkor készültek ezek a felvételek. Az 1000 éves államiságunknak egyik kiemelt kulturális központja Pécs. A mi véleményünk és meggyőződésünk szerint Pécsnek a minket meghatározó, egyedi, csak ránk jellemző magyar népi kultúra ápolásánál és emiatt aztán kiemelt feladat hárul.
azt látjuk, hogy ennek dacára azok a néphagyományokat, népszokásokat, a kézművességtől a néptáncig terjedően művelő csoportokat jelenleg az önkormányzat nem becsüli meg eléggé. Ezt mondta most hétfőn a pécsi Fidesz önkormányzati képviselője. Csizmadia Péter szerint ezen változtatni kell. Mi meggyőződésünk szerint őket erősíteni kell, és ezáltal Pécset a magyar népi kultúrát is fel kell emelnünk, mégpedig egy olyan színvonalra, amivel valóban a Kárpát-medence déli kulturális fellegvárához méltóan képviselni tudjuk a magyar kultúrát, magyarságunkat, és ezt közvetíteni is tudjuk nemzetközi szinten is. A politikus szerint jelenleg magas bérleti díjat fizetve vagy megtűrt számkivetetként tudnak működni ezek a csoportok a városban különböző helyeken. Ezen változtatnának a polgári oldal erői. Ezért létre kívánjuk hozni a Magyar Folklórházát, amennyiben a pécsiek megtisztelnek bennünket a jövő évi választáson a bizalmukkal, és mi irányíthatjuk a várost. Úgy a polgári jobboldalnak ez kiemelt küldetése lesz, hogy a népzenétől, a fazekasokon át, a szabjavívókig, a kézművesekig minden olyan a néphagyományokkal és a népi kultúrával foglalkozó szervezetet és csoportot fel fogunk karolni, és segíteni fogunk ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Olyan házat akarnak megvalósítani, ahol a mai kornak is megfelelő körülmények közé engedhetik a pécsi szülők a gyermekeiket azért, hogy a jövő generációjának tagja is megismerjék és megszeressék tágabb családjuk hagyományait. Úgy, hogy mindeközben kulturált kapcsolódást és társasági életet is találjanak, mondta a képviselő. Meggyőződésük, hogy Pécsnek nem lehet kisebb célja, mint a Kárpát-medence magyar népi kultúrájának déli fellegvárává és hirdetőjévé válni. Rengetegen regisztráltak az első lővei világtalálkozóra, amelyet szeptember 23-án rendeztek a gimnáziumban. A megnyitót a díszteremben tartották, ahol közösen emlékeztek az iskolában töltött múltról, és ünnepi műsort adtak a résztvevő egykori és mai diákoknak, tanároknak, szervezőknek. Csikós Gergő 2005-ben végzett a pécsi Lővei Klára gimnáziumban. Most az online szervezésben vett részt. Munkája kapcsán, ahol nagy szoftverrendszerek fejlesztésével foglalkoznak, de weboldalakhoz is értenek, éppen neki való feladat volt a felkérés. Létrehoztak egy új lőveis weboldalt, és diákokból toboroztak szerkesztőséget. Interneten terjedt leginkább a hír. Ugye az első szervezői csapatot még személyes megkeresésekkel próbáltuk összerántani, és hát az iskola részéről is hatalmas effortot tettek bele a munkába, úgyhogy így állt össze a szervezői csapat. Kommunikációban meg voltak éppen korábbi felületeket használtunk, az iskola Facebook oldalát, és létrehoztuk mellette a Lővei Világháló oldalát, az esemény oldalát, és itt már 2300-an jelentkeztek a nyár folyamán, hogy érdeklődnek az esemény iránt. Nyilván nem mindenki tudott elutazni ma, ők online közvetítéssel tudják követni a megnyitót és egy-két műsorszámot. Lőveista volt Vermes Tíme, a színész operaénekes. Az ünnepi megnyitón ő is részt vett. Itt utoljára akkor voltam, amikor a Bernátné igazgatónőnek Dona Nobis Pácemet énekeltünk három szólamban. A szülinapján mindig lejöttünk és énekeltünk. Az osztályunkból hárman. Meg azt mondom, amikor felmentem a díszterembe, akkor meg az az érzésem volt, hogy életemben talán először nagy plénum előtt itt énekeltem a Macskákból a Memorit. Tehát nekem a Lővei annyira meghatározó, az életemnek meghatározó része, az a négy év, az a nagyon sokat tanultam. A gimnázium vezetése és a tanárkollégák már évek óta azon gondolkodtak, hogyan lehetne a volt lőveistákat egy hálózatba fogni, hogy valóban működjön a kapcsolat, és a jelenlegi iskolájukkal is meglegyen az összeköttetésük. Azonban először nevet kerestek, mondta Zalai Szabolcs, a Lővei Klára gimnázium igazgatója. Kipattant az ötlet, hogy hát itt van a világháló, hogy legyen lővei világháló, hozzunk létre egy ilyet, és ennek lesz ez az indító rendezvénye, ez az első lővei világtalálkozó, ahova 850-en regisztráltak. Na most sokan kíváncsiak voltak arra, hogy ez csak multidézés, ez csak nosztalgiázás. Szó sincs erről. Az én fejemben ez a jövő építése,
hiszen egy olyan korszakba lépünk, azt hiszem, amikor újra tanulnunk kell. Az életút és tanárbeszélgetések, a nosztalgiaórák, az épületbejárás lehetőséget nyújtottak arra, hogy emlékeket idézzenek fel a diákok, átadják egymásnak élettapasztalataikat. A beszélgetésekben régi lőveisek vettek részt, mint például Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Az ünnepi műsorban Benke József, Várnagy Kinga, Wunderlich József léptek fel. Az eseményt a Lővei YouTube csatornáján élőben közvetítették. Itthon, otthon címmel előadást tartottak a magyarországi nemzetiségi fiatalok életéről és közösségi szerepvállalásáról. A rendezvénynek a Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja adott otthont. A kerekasztal beszélgetés alkalmával 4 hazai nemzetiségi fiúsága képviseltette magát, a roma, a német, a horvát és a szerb fiatalok. Hatalmas sikernek örvendett a Pécsi MCC, Matthias Corvinus Kollégium által szervezett kerekasztal beszélgetés Itthon, otthon címmel. A program során a magyarországi nemzetiségek ifjúsági szervezetei és képviselői mutatkoztak be. A közönség a beszélgetések alkalmával megismerhette a hazai németek, horvátok, romák és szerbek ifjúsági szervezeteit, és választ kaphattak arra is, miként lehet a fiatalokat aktivitásra ösztönözni. A mai beszélgetésünkben a horvát, a szerb, a német és a roma nemzetiségek részéről kapcsolódik be egy-egy olyan fiatal, aki a saját közösségében közösségszervező, közösségépítő szerepet vállal. És egyelőre volt már ennek egy megelőző beszélgetése, vagy ez egy első alkalmas beszélgetés lett? Ez egy első alkalmas beszélgetés. 26-án, szeptember 26-án 5 órától az MCC Budapesti Központjában lesz egy hasonló témájú beszélgetés, illetve ezt követően pedig terveink szerint országszerte több helyszínen az adott régió nemzetiségi fiataljaival tervezük folytatni ezt a beszélgetés sorozatot. Jordán Blanka a magyarországi német fiatalok közösségének elnöke számára alapvető a német sváb kultúra és nyelv, melyet kisgyermekkora óta használt a család. Jordán Blanka arról is beszélt, egy nemzetiség megmaradása a hagyományok továbbörökítése szempontjából kulcsfontosságú, továbbá a településen legyenek olyan kis közösségek, amelyek a nemzetiség életét megszervezik. A Géjotunak hát kb. Egy ilyen 10 programja van évente, tehát így mondhatni, hogy havi szinten. Van, ami kicsit szűkebb körül, van, ami kicsit tágabb jelentkezőknek szól, tehát mondjuk országszerte meghirdetjük. Vannak közte sportprogramok, vannak akár gyerekprogramok, akár tehát hogy gyerektáborok is. Szerintem azzal tudjuk tenni őket legjobban megszólítani, hogyha elmegyünk hozzájuk. A G2 ilyen tagszervezete, helyi tagszervezetekből, úgynevezett baráti körökből épül fel, és hogyha oda viszünk egy programot, akkor az már biztos, hogy ott legalább 5-10 fiatalt meg tudunk szólítani, akikkel tudunk egy kicsit jobban megismerkedni, és velük meg tudjuk ismertetni magát a szervezetet, úgyhogy azt mondanám, hogy talán ez a legjobb módja, és akkor utána kedvet kapnak, hogy akár más fiatalokat is megismerjenek máshol. A jó hangulatú kerekasztal beszélgetés után a résztvevők kötetlen formában is folytatták gondolataik kicserélését, megosztását egymással. Ugyanis egy ilyen fontos témában mindig maradnak megválaszolatlan kérdések. A beszélgetés sorozatot szeptember 26-án folytatják a budapesti MCC-ben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Műsorral lepik meg a szépkorúakat Szekszárdon, még lehet regisztrálni az ingyenes programra. Jótékonysági árverés Tolnán, szeptember 29-éig fogadják a felajánlásokat a Családsegítő Központban. Szüreti fesztivált tartottak Kaposszekcsőn, nem szekte kedvüket a helyieknek az zord időjárás. Egyre nehezebb helyzetben vannak a fiatalok, komoly veszélyeket rejt a túlzott közösségi média használat. Szerdán frontmentes, nyugodt időjárású napunk lesz. A hajnali reggeli időszakban néhol előfordulhat párásság, köd, de ezek várhatóan gyorsan eloszlanak, illetve vékonyodó felhőzetté alakulnak. Csapadék nem valószínű.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!